majdnem 20 év utánál ismét magyar versenyző rajthoz a síelés alpesi szakágában világkupán. Műlesiklásban teszi vissza országunkat a térképre az ifjú Farkas Norbert, miután itt a síszezon, Stina Máze síelőnő alsó neműje is élénk vita tárgya, meghívtunk mellé egy majdnem torinói olimpiai síversenyző, kenyai vívót, aki magyar műsorvezető, Kembe Sorel Artur is itt van. Jó reggelt kívánok, jó sziasztok! Reggelt. Kongo. Kongo. Bocsánat. Bingo. Na most, Norbi, kezdjük ott, amit az elején mondtam, hogy hát majdnem két évtized után sikerült neked. Miért nem sikerült eddig, és miért sikerülhet most neked? Hát igazából nem is a sikeret, tehát nem arról volt szó, hogy megcsúszom a kvalifikációt hozzá, hanem nekem kellett eldöntenem. Tehát ahhoz, hogy elindulhassak egy világkupán, ahhoz 120 pont alatt kell lenni a FIS pontszámaimnak, ami Magyarországon most 4-5 ember is van ilyen, és egy kvótánk van, tehát a legjobb mehet világkupára. Viszont azt kell tudni, hogy akik ott vannak, tényleg a világ legjobbjai. Éppen ezért nem feltétlenül mentünk mi oda, mert nem volt annyi tapasztalatunk, még nincsen annyi tapasztalatunk, és még nem vagyunk azon a szinten, hogy a világ legjobb 30-ával versenyezzünk, de jövőre ott lesz a világbajnokság, Sledmünkben, és hát szokni a pályát, szokni a közönséget, és hát persze szokni. Egyelőre a részvétel a fontos, igaz? Igen, a részvétel, tapasztalatszerzés, igen. Artur, azt mondd meg nekem, hogy hogyan lett az aténi vívóból majdnem síelő? Hát ez egészen komoly PR munkának köszönhetően, aminek nem feltétlenül kell elhinni mindenfajta elemét, ami létezett. Az Atént azt egész sok támogató támogatta, akiket ugyanúgy ki kellett elégíteni, mint bármelyik támogató, tehát reklámot kellett nekik cserébe biztosítani, és aztán ezt így lehetett megoldani. Nagyobbat kellett durrantani, finoman szólva, mint az aténi olimpia volt. Annak azért volt valóságtartalma is, a sportmúltban is volt valóságtartalma, hát nyilván a síelésnek semmifajta valóságtartalma nem volt, de nagyobb volt a szele, meg a füstje, meg minden, ez is hatalmas vízhangot keltett, és ez így mindenkinek megelégedésére szolgált, nekem is, a támogatóknak is, de hát ez érdemes lenne utána nézni annak, hogy én egyáltalán megalakítottuk-e ezt a síszövetséget Kongóban. Mert hogy? Hát mert hogy nem. Na azt mondd meg viszont, hogy te hogy állsz a síeléssel? Itt az elején mutatom, most megmutatom a kamerának is, hát van egy ilyen jellegű térdem, ezen esküszöm, körülbelül olyan, mint a Darth Vader a Csillagok háborújában, nem állok most már sehogy. Tehát még egy, pont néztünk egy közös fényképet, nem is tudom hol készült, egy szlovákiai diákolimpián, ahol én adtam át a díjat az első helyezetnek. Aztán talán 2005-ben járhatunk, így van. Hát akkor volt az utolsó kapcsolatom ezzel a sportággal. Nyilván szerettem csinálni, amennyit én tudtam ebből elsajátítani, de hát én inkább a hütte látogató voltam, tehát én a sport tartalmát ezt annyira nem tudtam kiélvezni, mert hát a tudás nem volt meg hozzá. Uh-huh. Na hát ez illő szerénység. Norbi, az, hogy itt a részvétel a fontos ezen a versenyen, a legfontosabb, és nem úgy, mint Torino, hanem valóságosan Szocsi, igaz? Igen, igen. Legfőbb célom az, hogy egyéni jogon kvalifikáljam magam Szocsiba. Tehát a világ legjobb 500-ába bekerüljek. Min fog ez múlani? Hát, hogy szerepelek a következő másfél évben a versenyeken. Tehát nemzetközi versenyeken indulok, itt minden egyes versenyen kapok egy FIS pontszámot, és ez alapján rendeznek minket a világranglistán sorba, és hát minél jobban kell szerepelni. Jelenleg van slalomban 59 ponton, most csúsztam elé egy 50-et, és a kvalifikáció az olyan 30 eleje körül van. De remélem. Ehhez, hogy ez összejön, neked mennyit kell nem Magyarországon tartózkodnod, mondjuk Ausztriában elsősorban? Hát a tiszta sínapok száma szerintem körülbelül olyan 150 nap évente. Plusz utazások, pihenőnapok, tehát szerintem olyan 170-180 napot vagyok kint körülbelül. De ennyi kell, és ennél kevesebb, akkor tök esélytelen a dolog, nem? Igen. Uh-huh. Ha már szót ejtettünk a szlovén síelőnőről, akkor az mondjuk rávilágított arra, hát engem szóval nem az ő budyogója érdekel elsősorban, hanem a ruhák. A ruhák, és az, hogy ezekben a ruhákban, ezek szerint akkor most úgy tűnik, hogy hasonló izgalmak tudnak kialakulni, mint annak idején a cápa dressznél, az úszásnál, nem? Hát igen, de messze nincsenek olyan követelmények, mint az úszásnál, tehát messze nem lehet annyit nyerni egy ruhával. Legfőképp biztonságtechnikai
szempontok miatt kellett szabályokat szabni. Műlesiklásban nincs is szabály, és óriás műlesiklásban sem, ha jól tudom, de aztán lehet. A legfontosabb a két gyorsasági szám, Super G-ben és lesiklásban. A külső ruhának, tehát a síelők tapadós ruhában indulnak, hogy a légellenállás minél jobban csökkentsék. És ennek a légelterjesztőségét vizsgálják, egy bizonyos szám fölött kell lennie. Tehát légelterjesztőnek kell lennie, és ez pont azért, hogy ne az legyen, hogy nylon ruhába indul valaki, és akkor tényleg tehát minden, tehát ha elesik, akkor is csúszik tovább, és csak gyorsul, hanem lassuljon. És a végén már gravitáció se hat rá, igaz? Igen. Egyébként akkor hasonló trükk is lehet ez, nem? A sí sportra nagyszerű mértékben és módon irányította rá most a szezonban a figyelmet, nem? Szerintem egy mesteri PR, ezzel nincs is baj. Tehát legalább nem bogyókat dobál be magába valaki, hogy teljesítményét fokozza. Vagy lehet, hogy ugyanazok találták ki, mint a... Ja, nekem nincs benne a kezem. Nem ismerem a lányt. Hát igen, ő az egy nagyon komoly. Igen. Tehát nyilván nem ezeken fog múlani, meg nem... Nem, hát főleg nem megy alsó, nem. Tehát... Igen, annak semmi értelme nincs. Igen. Ha csak nem bugyiba csúszik le, tehát olyan nem tudom elképzelni, hogy ott van. Igen, csak az egy másik sportág. Igen. Sport tekintetében ezekkel a térdekkel te ma mit tudsz csinálni? Hát ilyen nagyon... Amikor nem éjségsztrájk. Nagyon, ja, hát igen, az a másik felállat. Az is azért meg lefárasztja az embert. Hát ez az. Főleg a mínusz fokokba, én le is dobtam egy 10 kilót. De egy 10-es dobtál le, az is? Igen, 10 nap alatt, de nem az éhezés miatt, hanem nyilván a hideg miatt, ami ugye más jellegű izommozgást igényel, mert ember fűti magát belülről, de hát ilyen öreg uras, gyúrótermes, ellipszis tréneres, néha egy kis boxos, tehát inkább tartom, megpróbálom tartani azt, hogy ne legyen iszonyatos nagy medicinlabda a hasamon. Hát akkor ez már csak a szinten tartás, igaz? Persze, ez már levezetés. Hát mint Roberto Carlos, most már a hacskarába nyomja, hát én is most már levezetek egy kicsit. Norbi, idén mi lenne az igazán kiemelkedő jó eredmény, amivel azt mondod, hogy ez egy nagyon kis emberi év? Mármint Sladmingban, vagy pedig csak... Az év, a szezon az. 2020. A szezonban szeretnék 40 pont körül lemenni mindkét számomba, tehát én a technikai számokat csinálom legfőképp, mert Magyarországon legfőképp erre van lehetőség. Szlalom és óriás műlesiklásban 40 pont körül lemenni, tehát egy jó bő 10 ponttal csökkenteni a pontjaimat, és a világranglistán ilyen 700-800 körüli helyre lemenni, hogy a következő évet, tehát az olimpiai kvalifikációs évet azt úgy kezdjem, hogy tényleg már csak pár helyet kell előre menni, és akkor megvan az egyéni kvalifikáció. És végül azt mondnak, hogy az első részvétel fontos érzésen túl, hanyadik helyezés volna jó világkupa futamokon 30 körül, szóval mi volna a... Hát ezért a 30 körül ez elég vad, mert nagyon sokan fogunk indulni, főleg azért, mert jövőre itt lesz a világbajnokság, szerintem 100 fölötti rajtszámom lesz, és valószínűleg én fogok utolsónak indulni, de bízom benne azért lesznek mögöttem is indulók. Tényleg a célom az, hogy úgy lemenjek, hogy edzőm is, és én is meg legyek magammal elégedve, és kihozzam magamból a maximumot, és persze azért a 30-tól elég messze leszek érzésem szerint, de hogyha meg tudok előzni pár 10 embert, annak örülni fogok nagyon. Na, legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.